Az Európai Unió állam és kormányfőinek nem hivatalos munkavacsoráján nem született politikai megállapodás az uniós intézmények, azaz az Európai Tanács és az Európai Bizottság vezetőinek, illetve a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek a személyéről. A legkézenfekvőbb Ursula von der Leyen, de róla sincs még döntés. Ráadásul az Európai Parlament többségére is szükségünk van, nyilatkozta a csúcs után az Európai Tanács elnöke. Brüsszelben semmibe vették az európai emberek akaratát, ezt már Orbán Viktor írta a Facebookra az informális EU csúcs után. A magyar miniszterelnök azzal folytatta, az európai választás eredménye egyértelmű, a jobboldali pártok megerősödtek, a baloldal és a liberálisok teret vesztettek. A néppárt viszont ahelyett, hogy a választókra hallgatott volna, végleg összeállt a baloldallal és a liberálisokkal. A mai napon alkut kötöttek és leosztották egymás között az EU vezető pozícióit. Voltak még itt kijelentések, azt is mondja Orbán Viktor, hogy egyesíteni fogjuk az európai jobboldal erőit. Ez jelen állás szerint nem lesz olyan nagyon egyszerű. Volt egy olyan is, hogy elfoglaljuk Brüsszelt, ez kérdéses, hogy hogy fog megvalósulni, de a soros uniós elnökség alatti fél évben az lesz a jelmondat, hogy újra naggyá tesszük Európát. Mi valósulhat meg majd mindezekből, amiket most itt felsoroltam? Kérdezem Varga Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusától, akit köszöntök, jó reggelt, örülök, hogy eljött hozzánk. Jó reggelt, köszönöm szépen a meghívást. Alapvetően a Brüsszel elfoglalás, illetve a jobboldal egyesítése jelenleg nagyon valószínűtlennek tűnik. Ennek az egyik fő oka az, hogy az Európai Néppárt borzalmasan nagyot nyert az európai választásokon. Igazából növelni tudta mind a mandátum számát, mind a súlyát. Ez nagyon jól látszott egyébként a hétfői informális EU csúcson betöltött tárgyalási pozíciójából is. Emellett bebizonyos... Majd itt külön ennél a pontnál rátérünk majd, hogy futunk egy kört, ha megengedi, Melonin, aki egészen más milyen tárgyalásra számított még két héttel ezelőtt, mint amennyire most a hétfő informális csúcson kénytelen volt elviselni az erőviszonyoknak a radikális átalakulását. De engedem, mondja tovább, figyelek. Nem, ez egészen biztosan így van. A másik probléma a jobboldal egyesítésével, hogy ezért a jobboldal különböző erői nem igazán kompatibilisek egymással. A néppárt egy nagyon széles ernyőszervezet, rengeteg különböző párta, most már ugye a Tisza párt képviselő és a frakcióban ülnek. Ezzel párhuzamosan azonban, ugye ott vannak nekünk az európai konzervatívok és reformisták, akik ugyancsak egy viszonylag szélesebb, de már egy kicsit talán specializáltabb profillal rendelkező. Ez a Meloni féle csapat, csak aki nem bírja követni, azt én megértem mélyen, de... Igen. Ez egy elég bonyolult politikai térkép, ezt mindenképpen be kell lássuk. Az identitás és demokrácia. És az identitás és demokrácia, ami pedig ugye a szélső jobboldalt tömöríti, ami már önmagában is egy komoly kérdés, hogy a szélső jobboldali együttműködés az mindig egy kicsit problémás. Többfajta szélső jobboldali csoport is, ugye a magyar szélső jobboldali pártok legnagyobb problémája általában az, hogy nem teljesen felelnek meg például az európainak, és ugye a Jobbik például sokáig ezért nem volt ott tag. Ugye Mi Hazánk az majd kiderül, hogy kap-e helyet ebben a csoportban. Tehát alapvetően a jobboldal egyesítésére én túl sok esélyt nem látok, a hétfői és az európai események szempontjából semmiképp. Ami a Brüsszel elfoglalását illeti, ez inkább a magyar belpolitikának szól, sem mint az európainak. Magyarország 21 európai parlamenti képviselője sajnos ahhoz kevés, hogy Brüsszelt az európai parlamenten keresztül el tudja foglalni, és egyébként az európai parlament önmagában nem alkalmas arra, hogy Brüsszelt, illetve ebben az esetben az EU-s politikai rendszert el tudják foglalni. Egy picit maradjunk még az identitás és demokrácián, és ez meg a Marine Le Pen fél alakulat, aki otthon viszont Franciaországban olyan nagyot nyert, és úgy elverte Macronékat, hogy Macron előrehozott választást is kezdeményezett. De aztán ott van a német Alternative für Deutschland, amelyet pont ebből a legradikálisabb párcsoportból, az ID-ből, az identitás és demokráciából raktak ki, és ott vissza is kellett az AfD-nek vonnia a delegáció vezetőjét, aztán ott fölmerültek orosz kampánypénzektől kínai kémkedésig minden az ég egyadt a világon, akikkel meg a Torockai László féle Mi Hazánk próbál majd tárgyalni. Tehát egy picit még maradjunk ott, hogy ki az, akihez egyáltalán majd beülhet Orbán Viktor, mert most úgy látszik, nem Orbán Viktor, hanem a Fidesz, maradjunk ennyiben. Szóval úgy látszik, hogy most már a radikális jobboldali vagy identitárius pártokból is, vagy pártcsaládokból is kiszorul, mert igazából nem azt látjuk, hogy nagyon szeretnének vele együttműködni. Alapvetően amit láthatunk, és ami azt hiszem, hogy egy, ha nem is vereségként, de kudarcként értelmezhető a magyar kormánypárt vagy kormánypártok számára most már a tegnapi események fényében, az az, hogy az olasz miniszterelnök
hétfőn kvázi egyértelműen azt mondta, hogy a Fideszt a többi tagszervezet ellenállása miatt nem igazán látná szívesen az európai konzervatívok és reformisták között. Marad ugye az identitás és demokrácia, mint egy lehetőség a Fidesz számára. Én nem tudok róla, vagy nem olvastam ilyet, de természetesen engem erről azért nem tájékoztatnak, hogy velük zajlanának-e különböző tárgyalások, de azért az a magyar kormánypártoktól egy jóval radikálisabb profillal rendelkező pártokat tömörítő együttműködés. Az viszont biztos, hogy bár szinte majd mindegy, hogy milyen, de valamilyen képviselőcsoportban részt venni, az sokkal hatékonyabb, mint függetlenként ülni az Európai Parlamentben, és azért a magyar kormánypártok Hölvényi György tegnapi kijelentésével, a KDNP-s, a KDNP-s távozásával a néppártból, a néppárti frakcióból egyelőre, gyakorlatilag 11 képviselővel rendelkezik, ami azért sok ahhoz, hogy egy kisebb frakció azért azt tudja hasznosítani, tudja értékelni, tudja növelni vele a pozícióit. Jó, egy picit még NATO, Mark Rutte támogatása az kifejezetten elutasított volt korábban a magyar kormány részéről, most pedig azt mondja a magyar kormányfő, hogy tudják támogatni a holland vezetőt a NATO élén. Ez volt az a informális, bilaterális egyeztetés a hét elején, ami egy kicsit meglepett mindenkit, én azt hiszem, és nyilvánvalóan nem tudjuk, hogy itt mi hangzott el. Nagy valószínűség szerint itt valamilyen package deal születhetett, ami bár a NATO és az Európai Unió egymástól gyakorlatilag teljesen független együttműködések, de nyilván a tagság átfedése miatt ezeket a díleket össze lehet kötni. Én nem szeretnék feltételezésekbe bocsátkozni, hogy mit kaphattunk cserébe, de az biztos, hogy egy nagyon látványos elmozdulás történt a magyar kormányzati pozíciót illetően, Mark Rutte személyét illetően. Én kíváncsian várom, hogy meg fogja tudni szerezni a lassan leköszönő holland miniszterelnök ezt a pozíciót. Lehet ennek köze ahhoz, hogy a Meloni féle alakulathoz talán így könnyebb bejutni? Vagy túl gondolom? Én elképzelhetőnek tartom. Gyakorlatilag az egyik fő kritika, ami a magyar kormányzat Európa politikájával szemben felszokott merülni, általában Ukrajna köré csoportosul. Ha megnézzük a magyar EU elnökség indító sajtótájékoztatóját, akkor ott azért a magyar pozíció, mint soros elnökségi pozíció már egy jóval puhább hangot ütött meg, például a bővítés politika tekintetében, ami Ukrajnát illeti. Főleg, hogyha megnézzük egyébként a korábbi magyar az atlanti politikával, vagy euróatlanti politikával kapcsolatos lépéseket. Nem szavazzuk meg, hogy Ukrajna kapjon Európai Uniós segélyt. Eltelik néhány hét, és csont nélkül megszavazzuk. Vagy nem támogatjuk azt, hogy megkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások uniós szinten Ukrajnával, aztán eltelik egy pár nap, és azt mondjuk, hogy hát dehogy nem. Vagy azt, hogy a leköszönő holland kormányfővel szemben olyan aggályok vannak, hogy nem támogatjuk a NATO elnökségét, aztán eltelik egy kis idő, és de. Szóval nagyon fontos stratégiai kérdésekben ott 180 fokos fordulatok követik egymást. Ez mire utal? Arra, hogy az európai döntéshozatal továbbra is az informalitásban pezseg, és én úgy gondolom, hogy a magyar kormányzat már elég tapasztalt ahhoz, hogy bizonyos nagy volumenű és látványos stratégiai kérdésekben először erőt mutat, aztán igazából valamilyen más kérdések kapcsán enged ebből. Ugye itt azért Magyarország EU-s forrásainak egy jelentős része fel van függesztve, ott azért tudunk még nyerni egy csomó kérdésben, a pozícióink tudnának erősödni. És az ilyen... Bocsánat, úgy nézett ki, hogy először adjátok ide a pénzt, és akkor utána hajlandók vagyunk meghozni a kompromisszumos döntéseket. Most viszont, mintha úgy látnánk már, hogy végrehajtjuk a kompromisszumos döntéseket abban a reményben, hogy hátra kapunk pénzt. Ez egy nagyon másik pozíció. Én továbbra is csak a feltételezéseimből kiindulva azt gondolom, hogy ebben lehet valami. Ugye az első modell, vagy az első megoldás nem volt annyira sikeres. Az első körben 10 milliárd euró keretében az volt, aztán utána gyakorlatilag az európai döntéshozatal húzott egy vonalat, hogy eddig lehet ezt így ebben a formában csinálni, és gyakorlatilag átfordult az asztal. A
nagyon röviden a Soros elnökségről beszéljünk, ez egy fél éves időszak lesz. Elképzelhető, hogy itt egy kompromisszum képes, hogy konstruktívabb magyar hozzáállást fogunk tapasztalni Európai Uniós, illetve Euróatlanti ügyekben, mint amit az elmúlt években látunk? Én ebben szinte teljesen biztos vagyok, én úgy gondolom, hogy a magyar elnökség olyan vezetőkkel dolgozik, többek között erre Bóka miniszter személye is az egyik garancia, én úgy gondolom, hogy egy alapvetően ezt a úgynevezett neutrális broker vagy semleges broker szerepet fogják megpróbálni vinni mind a tanácsban, mind a nemzetközi vonalon, és én legalábbis bízom benne, hogy egy sikeresebb elnökséget fogunk magunk mögött tudni, még ha a lehetőségünk nem is olyan széles körűek, mint mondjuk 2011-ben voltak. Varga Andrásnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusának köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm.